Szalag átvágás előzte meg a kibővített és felújított tolnai sportpálya átadását. A projekt egyrészt az állam által átengedett sportcélokra felajánlható társasági adóból, másrészt az önrész biztosító Tolna önkormányzati támogatásából valósult meg. A beruházás során megújult a lelátó és az edzőpálya, a sporttelep 5 hektáros területét bekerítették, letérkövezték a parkolót, ezen kívül 3 új öltözővel, egy szertárhelyiséggel és egy rehabilitációs szobával kibővítették a létesítményt. Ami fontos volt nekünk, hogy korszerűsítés, hozzáépítés, plusz 2 öltöző, bírói öltöző, egy konditerem rész, egy ilyen tornaszoba elkészült, és azt gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel biztosítani tudunk minden korosztálynak a versenyeztetését, öltözését, zuhanyzását, ami már ráfért ez az egyesületünkre és a létesítményre. A Peszoffer Ágnes polgármester szerint ritka, hogy a kérelmező nem csak kért, hanem fel is ajánlott valamit. A közel 4,5 milliárd forintos beruházáshoz több mint 180 millió forint támogatást ajánlott fel a klub, amit az MLS pályázatán nyert, így a város több mint 50 millió forintos önerejével együtt valósult meg a fejlesztés. Ez az 50 millió forint is nyilván sok, de ennek az egész létesítménynek a felújítására szánt összegből hát azért egy lényegesen kevesebb összeg tekintettel arra, hogy majdnem az ötszörösébe került ennek a felújítása. Én azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy amikor az állam, az önkormányzat és a civil szféra talál egy olyan találkozási pontot, amikor segíteni tudják egymást, mind a hármójuk megelégedésére. A majdnem 11 ezer főt számláló Tolna lakosai közül versenyszerűen több mint 500 gyermek sportol, hétköznapokon pedig több száz szülő és érdeklődő igényeit szolgálja ki a létesítmény.